Üdvözlök mindenkit a mostani beszélgetés alkalmával, egy vélemény videó fog következni. Miért hangsúlyoztam ki az, hogy vélemény? Azért, mert valaki rákérdezett, hogy mi az, hogy BTR-FS, amit említettem, hogy erre telepítettem valamit. Alapokról lesz szó, illetve valóban a saját véleményemet fogom elmondani. Miért? Mert nagyon sok tévgondolat van, és nagyon sok téveszme van az interneten, főleg a régebbi cikkekben. Hozzáteszem, valóban igaz az, hogy a régebbi cikkekben elég sok olyan információ van, ami már nem igaz. És sokaknak eléggé idegen az, hogy BTR-FS. Nekem is az volt, pár hónapja kezdtem el egy kicsit ebbe belemélyedni, valóban csak picikét, a gondolataimat szeretném megosztani, illetve egy picit képbe szeretném helyezni azokat, akik még az életükbe erről nem hallottak. Mi a lényeg? Mi az, hogy BTR-FS? Better-FS, jobb file rendszernek szokták mondani, különböző kiejtése van, lényeg. Egy file rendszer hasonló az X4-hez, az NTFS-hez, vagy egyéb DOS-os, FAT-os, FAT1632, egyéb ilyen file rendszerhez. A file rendszer az igazából egy olyan dolog, amivel nekünk napi szinten van találkozásunk, de nem nagyon törődünk vele. Miért? Mert telepítéskor elkészül a file rendszer, új rendszert veszünk, új eszközt veszünk, új Winchestert, SSD-t veszünk, leformázzuk, aztán kalap-kabát nem törődünk ezzel. Van rajta fájrendszer, a fájrendszer felelős az adatok eléréséért, a rendezett tárolásáért. Nem szoktunk azzal törődni, hogy ő hogyan működik. Általánosságban igaz az, hogy az X4-est használják hagyományosan a Linux alatt, általánosságban igaz. Ez azért mondom, hogy általánosságban igaz, mert nagyon sok nagyobb disztribúció, inkább így mondom, hogy nehogy valaki vitatkozni kezdjen feleslegesen, sok disztribúció átállt már arra, hogy alapból a BTR-FS-t fogja felajánlani, természetesen tudod például a Fedorát is, esetlegesen X4-eshez is telepíteni, azaz a file rendszer az, ami alatta van a te disztribúciódnak, ez rendezi a te cuccaidat ott bent a lemezen, ő felelős azért, hogy semmi ne tűnjön el, hogy te mindent megtalálj, persze a normális keretek között. Kell ezt használni? Nem. Hozzáteszem, hogyha én bemutatok valamit, és csak magamról tudok beszélni, az nem azt jelenti, hogy ez az egy igaz valóság, és ezt kell használni, és nincs jobb. Természetesen nem. Ha ez nem érdekel számodra, akkor bármelyik másikat használhatod. Nyilvánvalóan, hogyha van egy telepített Linuxod, X4-es a partíció, és neked teljes mértékben megfelel, akkor nehogy nekiállj barkácsolni. Ez nagyon fontos. Miben más, mint az X4-es? Nagyon egyszerűen úgy kell elképzelni, hogy van egy állomány, egy szövegállományod, ami több picike kis szektort foglal el, tehát hosszabb, mint egy partíciós egység, mondjuk ez a partíciós egység legyen 1 cm, mondtam egy példát, ez nagyon durva példa, és 5 cm hosszú a te állományod. Ha az X4-est használod, és ezen az állományon te változtatsz, azaz beleírsz még valamit ebbe a szövegfájba, akkor fogja magát, kimásolja a memóriába, majd visszamásolja ugyanoda. Oké, ezzel semmi baj. A BTR-FS máshogy gondolkodik, COV, tehát Copy on Write megoldással kezeli az adatok tárolását, elrendezését. Ha valamelyik adat megváltozik, tehát azt mondja, hogy 5 cm hosszú ez a TXT file, és az egységek, amiben elrakosgatja, 1 centi 5 darab ilyen egységbe van, te beleírsz ebbe a TXT file-ba, nem ugyanoda másolja vissza, hanem meghagyja az eredeti, mondjuk az 5. egységet, amiben te egy kicsit változtattál, annak a területén lévő állomány részbe változtatál, akkor ő a 6. fogja ezt a változást belemásolni, és megmarad az eredeti 5. szektor is, 5. centiméter is. Ez jó vagy nem jó, ez teljesen mindegy, ez nagyon leegyszerűsített gondolat, tehát nem ugyanoda írja vissza, hanem megtartja az eredeti szektorokat, centiméter darabkákat, és egy változtatásnál máshova fogja beírni. Ez egy picit gyorsabb elméletileg, igazából az X4-es vagy akármelyik általánosan használt file rendszer ugyanolyan gyors. Vannak különbségek elméletileg, de én még nem találkoztam vele.
azaz leegyszerűsítettük, tehát máshova másolja. Ez nagy biztonságot ad az X4-eshez képest, ha éppen írás közben történik valami gond, áramszünet. Áramszünet történik, elveszelődnének az adatait, hiszen a memóriába szépen bele vannak másolgatva, és ő például saját magára az eredeti 5 cm-es helyre próbálja irogatni az állományt, megáll a géped, mert nincs villany. Na hát ez elég nagy gond, mert nem biztos, hogy teljes mértékben pontosan ki van írva minden. Tehát felülírásos rendszerben ez eléggé kellemetlen, nyilván nem nagyon szokott ilyesmi előfordulni. Az új rendszerbe, illetve a BTRFS-nél ez úgy működik, hogy az eredeti ott van, és máshova próbálja írni. Megszűnik a delej a gépedbe, leáll, semmi probléma, az eredeti ott van, nem tűnik el az egész állomány, nem lesz korrupt, hibás, nagyon jó. Alapvetően ez nem olyan plusz, ami miatt feltétlenül váltani kéne, tehát erre nagyon figyeljetek. Nem azt mondtam, hogy az X4-es rossz, hanem azt mondtam, hogy ez másképp működik. Általánosságban azt vettem észre, nagyon sok cég használja ezt adatmentési egyéb olyan rendszereknél, ami teljesen az ő képére van szabva, az ő igényeinek, tehát van benne valami, hogy ilyen adatmentési vagy biztonságtechnikai okok miatt talán a BTRFS az jobb lehet. De természetesen, amióta én az eszemet tudom, a Linux alatt X3-as, X4-est használtunk. Nem volt azzal soha semmi probléma, persze, hogyha van éppen egy áramszünet, lehet, hogy adatvesztésed lesz, de hol nem. Hol nem, ez elő szokott fordulni, nagyon ritkán. Nyilvánvalóan lekopogom azt, hogy nekem az elmúlt 5-5 és fél évben nekem nem volt adatvesztésem villanykimaradás miatt. Nyilván olyan rendszereknél, ahol sokkal-sokkal fontosabb, hogy az ilyen villanykimaradás, áramkimaradás, delejkimaradás ne forduljon elő, vesznek az emberek egy szünetmentes tápot, 30-40-50 ezer forintért már nagyon jókat lehet kapni, áthidalják azt a pár perces áramszünetet, ami időnként elő szokott fordulni hosszabbat, természetesen drágább eszközök fognak áthidalni, de az nem is a mi kategóriánk. Azaz, ez egy nagyon jó kis rendszer, el kell gondolkodni rajta, hogy tetszik vagy nem tetszik. Nyilvánvalóan az első gondolat az, hogyha a hatodik szektorba, hatodik centiméterre fogja odaérni a változtatást, és az adott eredeti kis hely, centiméter, hívjuk így szektorka, az megmarad, akkor ez nem töredékesíti, nem szabdalja szét a rendszeredet. Természetesen, aki Windowsról jött, ő neki egyértelmű, hogy a defrag, meg egyéb ilyen programok futtatása, töredékezettségmentesítés, az kifejezetten fontos dolog, az X4-esen ilyen nem fordul elő, azt nem kell használni. Oké, rögtön ez a gondolat előkerülhet, de hát erre van egy válasz, de igen, a HDD-k, tehát a merevelemezek esetén ez természetesen gond is lehet, hogyha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szétesik a adatállomány rendszered, igazából nem azt jelenti, hogy valami elveszik, csak lassabb lesz, hiszen össze kell keresgélni azokat a kis centimétereket, hívjuk így, azokat a kis szektorocskákat, amibe az adott állomány van, nyilvánvalóan én az előbb azt mondtam, hogy 5 darab centiméter helyet foglal el, 5 kis szektorocskát, amik is elméleti TXT-nk, nyilván ide-oda szét fogja dobálni a BTRFS, és akkor meg kell keresni a rendszernek. Ez nem azt jelenti, hogy lassabb lesz sokkal, de azért lelassulhat egy-egy nagyobb állománynál, egy sokat szerkesztett állománynál. Hát ez nem jelent gondot. Miért nem jelent gondot? Mert van ennek a eszköznek, a BTRFS-nek egy töredékmentesítő eszköz része, ami ezt a problémát meg fogja oldani, tehát nem hülyék a kitalálójuk, és nem azért használják nagy cégek is ezt, nagy disztribúciók is ezt, mert olyan hülyeség és egy ilyen kis egyszerű kis dolog, mint a töredékezettség, az bizony tönkrevágná a te adat struktúrádat, nem, természetesen lefuttatja az ember, és utána nem jelent ez gondot. Adatbiztonság miatt fejlett ellenőrző összegeket használ. Ez is egy olyan dolog, ami számunkra teljesen periférikus. Előfordulhatnak olyan kellemetlen helyzetek, hogy adatok sérülnek az ellenőrző összegekkel, ezzel a módszerrel hívjuk így jobb. Ezzel a módszerrel ők egy picit vissza tudják állítani a sérült adatokat. Nyilvánvalóan nem szokott előfordulni másoláskor adatvesztés, mármint picikek is általunk
láthatatlan adatvesztéseket vissza fogja tudni állítani. Ami nagyon fontos, az előző dolgok érdekességek, de igazából bennünket nem nagyon érdekel, hogy az a rendszer hova írogat. Csinálja a dolgát, csinálja gyorsan, csinálja nekünk ingyen, aztán semmi probléma nincs vele. Alapvetően ezt nem szokták vizsgálgatni az emberek, hogy én azért választok ilyen partíciós táblát, ilyen fájrendszert, meg egyebet, mert az ilyen, meg olyan, meg amolyan. Na hát oké, de az, hogy bizony a BTRFS az a partíciókat egy picit másképp kezeli, nem kell megijedni, alapesetben észre se veszed, hogyan kezeli, de azért el kell mondanom, itt alapvetően nem úgy működnek a partíciók, hanem kötetek vannak, tehát nem azt mondja, hogy az adott lemezen van 11 partíciód, már ennyire szétdaraboltad a te lemezedet, hanem van 11 kötet. 11 kötet, ezeket szabadon tudjuk mozgatni, változtatni, nagyobb szabadságokat ad számunkra, tehát nem particionálod szét a merev lemezedet annyira, vagy az SSD-det, mint ahogy szokták, hanem mondjuk az egészet használjuk, de azt különböző kötetekre szétosztjuk. A kötetek teljes mértékben ugyanúgy fognak neked dolgozni, mint hogyha szétparticionáltad volna. Tehát, hogyha egy A kötetet létrehozol, aminek X a mérete, az bizony úgy fog kinézni, amikor te felcsatolod, mint egy akármilyen, szó szerint vegyétek, akármilyen partíció. Nem veszel semmi különleges dolgot észre, hogy egy kötet mennyi, mekkora, meg hogyan, meg egyéb, hogy ő kötet vagy partíció. Használod közben, hogyha egy lemezen van egy kötet, vagy van egy partíció, ugyanúgy tudsz rá írni, fájlokat létrehozni, másolni, törölgetni, könyvtár struktúrát létrehozni, tehát ezzel nem lesz neked semmi látható problémád, nincs ezzel semmi olyasmi, amit külön meg kell tanulni. Maga a logikáját megérti az ember, hogy itt köteteket szoktak létrehozni, és nem különálló partíciókat, azt is létrehozhatsz. Természetesen a kötetek használatának vannak előnyei. Ezek a kötetek alapesetben csökkenthetőek, növelhetőek, természetesen a partíció is csökkenthető, növelhető. Nyilvánvalóan én azt mondom, hogy egy kötet használata sokkal egyszerűbb. Gyakorlatilag a kötetek struktúráját, a kötetek összeállítását, az, hogy hogyan időzelbe particionálod, a te igényeidnek megfelelően létre lehet hozni, hogy te éppen partíciót vagy kötetet használsz, teljesen mindegy. Én az utóbbi időben, ebben a pár hétben, amíg ezt a rendszer megoldást teszteltem, a kötetekben nagyon beleszerelmesedtem, talán érzitek is a hangomon, hogy nekem nagyon tetszik ez a megoldás, kényelmesebb, egyszerűbb, méretet csökkentheted, változtathatod. Ezek a kötetek könyvtárként felcsatolhatóak, így használat közben semmi eltérést nem látunk. Azaz a köteteket, ha létrehozol mondjuk egy dokumentum elnevezésű kötetet, azt fel tudod csatolni a dokumentum helyre, a dokumentum könyvtárba, és ott elhelyezi magát, és ugyanúgy néz ki, mintha egy könyvtár lenne. A könyvtárral szemben az az előnye, persze könyvtárat is létrehozhatsz dokumentum néven, hiszen van ilyen könyvtárunk, hát bizony azt le tudod csatolni, és fel tudod csatolni. Na hát a könyvtárat nem ilyen könnyen tudod lecsatolni, felcsatolni. Miért izgalmatos a lecsatolás, felcsatolás? Nézzük meg a kötetet. A kötetet felcsatolom a dokumentum könyvtárba, ott benne van a dokumentum könyvtárba, és használhatom. Oké, hogyha én valamit akarok csinálni, például rendszer menteni, vagy rendszer karbantartani, lecsatolom a dokumentum könyvtárat. Persze, hogyha van egy különálló partíciót, ugyanúgy meg tudod csinálni, de egy könyvtárral nem tudod megcsinálni. Tehát kényelmesebb a kötetek ilyenetén kezelése, mert valóban úgy működnek, mint egy Lego kockák, lecsatolom aztán kalapkabát, nem látja a rendszer. Felcsatolom, kalapkabát, látja a rendszerem. A kötethez alköteteket is létre tudunk hozni, azaz nincs megkötve, hogy van egy kötetem, és utána nem tudok alköteteket létrehozni. Nyilván egy picit oda kell figyelni, hogy melyik kötet hova van becsatolva, mert amíg egy A könyvtárba lévő A, B és C alkönyvtárat, hogyha az A könyvtárat átmásolod, akkor az alkönyvtárak, az A, B, C alkönyvtár is megy vele, de köteteknél nem így van, hiszen az csak fel van neked oda csatolva, oda van beillesztve,
és különálló időzőjeles partíciót képeznek, tehát nem feltétlenül lesz olyan megszokott módon kezelhető ez a dolog, de egy kis gyakorlás után, egy kis átgondolás után mindenkinek menni fog. Ezek a kötetek fölcsatolhatóak, nagyon-nagyon kényelmesen használhatók, plusz kvótákat is használhatunk, így korlátozhatjuk a felhasználható méreteket. Azaz nem csak, mint Laci felhasználó részre tudok egy kvótát tenni, kvóta az, hogy ekkora tárhelyet használhatsz fel, aztán, hogyha betelik, akkor nem kapsz többet. Csak kérni kell a rendszergazdától, vagy nem ad. Ennyi. A usernél, tehát Laci felhasználónál megszokott, illetve nagyobb helyeken megszokott, van egy kvóta, ennyi helyet használsz, nem tudod túllépni. De mondjuk egy könyvtárra nem tudsz kvótát adni, hogy ez az adott könyvtár ne legyen nagyobb, mint 20 GB. Ez egy konkrét példa, hogy 20 GB, mert a Mega NZ tárhely 20 gigás tárhelyeket ad az embernek, és hogyha valaki valamit fel akar tölteni, mint például én, létrehozok egy 20 gigás kötetet, abba bemásom, nem tudok nagyobbat, többet belemásolni, rögtön észreveszem azt, hogy az megtelett, mert szól a rendszer, hogy bocsi, ide már többet nem tudsz beletenni. Azaz könyvtár szinten, illetve hát inkább úgy mondom kötet szinten, és kötetet használhatsz úgyis, mint egy könyvtárat, kötet szinten is kvótázni tudod a dolgokat, nagyon kényelmes, nagyon kényelmes. Miért? Mondok egy nagyon egyszerű példát, kollega hívott, hogy nem indul a rendszere. Hát mondom, hogy olyan nincs, hogy nem indul a rendszer, mert a Linux általában indulni szokott. Mi a probléma? Nem indul a rendszer. Na hát ez kiderült, hogy a letöltési mappája az szépen elkezdett nőni, töltögette le a filmeket, hadd ne mondjam meg a témájukat, mert igazából nem illendő ilyesmit észrevenni. Amikor rendszer karban tartottam, rögtön láttam, hogy milyen típusú filmek. Oké. Töltött, hát bizony lejöttek, nem nézte meg, hogy az a torrent cucc, amit éppen ő le akar tölteni, hát bizony valamivel nagyobb, mint az ő tárhelye, és szépen elfogyott a tárhelye az adott rendszerpartíción, hiszen ott volt a letöltési mappa, hiszen hogyha egy telepítést megcsinálsz, megnézed a mappa szerkezetet, hogyha nem nyúltál hozzá alapértelmezettségbe, a te felhasználói könyvtárban ott van a letöltés. Oda ment a letöltés. Oké, nem indult az adott rendszer. Azaz, hogyha le tudod kvótázni a letöltési mappát, akkor nem fog egy kicsit túlterjeszkedni az illendőség határán, és akkor nem lesz ilyen problémát. Azaz, kényelmes dolog. Hogyha az ember úgy belegondol, és egy picit Linuxos szemlélettel belegondol, akkor ez a kvótázásos rendszer nagyon-nagyon kényelmes. Miért is jobb a kötet, mint az eddigi megoldások? Hát, ahogy mondtam, le- és felcsatolható, amit lecsatolsz, azt nem látsz, illetve bárhova átcsatolható, átrendezhető a dolog. Ez egy kicsit más, mint hogyha egy simlinket, tehát szimbolikus linket, vagy hard linket, kemény linket alkalmaznál. Itt azért egy kicsit más az, hogy egy partíciót, a régi Linuxosoknál egyértelmű, hogy partíciót, ez olyan, mint hogyha egy partíciót máshova csatolnál, egyértelműen kényelmesen használható. Illetve természetesen, bár ez partícióra, kötetre is teljesen igaz, gyorsan menthető egy kötet, és kényelmesen használható. Oké, pillanatképek. Hallottam olyat, hogy pillanatképek. A pillanatképek micsodák? Na hát, felejtsük el az összes definíciót. Én azt mondom, hogy ezek a pillanatképek, egy pillanatképek, azaz mentések abba a pillanatba készült rendszer, vagy akár egy könyvtár, egy kötetről készített mentések, pillanatképek, mint a lefotóznád, az adott állapotot lementi. Készíthetőek egyébként ezek manuálisan is, és ütemezve is. Nyilvánvalóan adatmentésnél mondjuk a dokumentum könyvtárról készített pillanatkép nagyon jó, de természetesen megoldható akár a rendszerre, meg egyéb rendszerekbe is természetesen így működik, akár egy könyvtárra is egy pillanatkép elkészítése. Ez azért jó, mert magába a file rendszer használatában, amikor az egészet beállítod, mert azért egy pici állogatásra itt szükség van, nyilvánvalóan ezt beállítod egyszer, és utána ezek automatikusan készülnek. Oké, mindenki azt mondja, hogy az ütemezett mentések bizony, hát gondot okozhatnak. Van neked 1 GB-os doksi könyvtárral,
naponta lemented, akkor 365 giga lesz az év végén a mentések. Nem, 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 ez nem így működik, akkor bizony ezek nem használnak el akkora helyet, ugyanakkor a helyet, mint maga a könyvtár, maga doksi könyvtár, vagy akármilyen könyvtár, hanem bizony ezek növekményesek az előző elkészített képhez képest, csak a változásokat fogják neked lementeni, illetve elrakosgatni, és ezek a változásoknak az információja lesz meg a másodikba, a második után a harmadikat megcsinálja a rendszer, akkor ő megnézi, hogy az elsőben, másodikban mi van már meg, na hát az nekem még egyszer nem kell mentésre kerülni, csak a változtatott részeket, nem a fájlokat, csak a változtatott részeket, pici kis centiméterek, megbeszéltük, ugye? Ugye, hogy ezek úgy működnek, mint egy kis centiméterek, azokat a kis helyeket fogja neked lementeni. Na hát, első gondolat az, hogy nyilvánvalóan, hogy a harmadik mentésed akkor működik, hogyha az első kettő megvan. Hiszen növekményes a mentésed, csak a változtatások vannak meg. Mindig arra gondol az ember egy növekményes mentésnél, hogy ez gond lehet. Nem lehet gond. Nem lehet, mert az előzőeket megtartjuk, ha pedig nem akarjuk megtartani, a megfelelő műveletet elvégezzük. Azaz, ezeket össze lehet vonni, megmondhatom azt, hogy csak a harmadik kell, és természetesen a rendszer elvégzi az egyes, kettes adatainak a berakását a harmadik számú mentésedbe, de ha agyatlanul azt hiszed, hogy az 1-es, 2-es, 3-as adatmentés, ami egyébként úgy néz ki, mint egy kötet, tehát ez egy kötet, tehát 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös kötetek lesznek például a mentéseid, ha így van beállítva, ilyen névvel legyen mentve, akkor az 1-es, 2-es kitörlöd, mert ott van a 3-as szuper, és ki fog derülni, hogy ez nem így működik. Tehát itt nem úgy működik a dolog, hogy kézzel elkezdünk belebarmolni, agyatlanul törölgetni, hanem a megfelelő műveletet el kell végezni, ehhez megfelelő programok is vannak, beállítható egyébként, hogy ezek a törlések, ezek az adat összevonások milyen gyakorisággal történjenek meg a te mentéseidbe, azaz nem agyatlankodunk, nem össze-vissza törölgetünk, mint a hülye gyerek, hanem a megfelelő műveleteket el kell végezni, vagy a rendszert be kell állítani. Oké, rendszer pillanatképek, hát sokan hallottátok biztosan arról, hogy a BTRFS az nagyon jó, mert rendszer pillanatképeket csinál, természetesen más rendszerek, más programok is csinálnak ilyet, tehát nem egy nagy találmány, de igazából egy kényelmi megoldás, ami úgy alapból egy-két beállítás programtelepítés után megvalósul az, hogy beállítható, hogy a frissítéseknél és a telepítéseknél is, hogyha úgy állítod be, azok előtt készüljön egy pillanatkép. Előtte-utána. Előtte-utána. Hogyha megláttok egy olyan telepítést, aminél két plusz sor előtte és utána van egy bejegyzés egy frissítésnél, akkor rögtön örömködhetünk, hogy bizony, amikor én frissíteni kezdek, vagy telepíteni, ő bizony csinál egy pillanatképet, meg utána is egy pillanatképet, azaz vissza tudom állítani a frissítés vagy a telepítés után az előző állapotot. Másnál is előfordul ilyen, más program is van erre, tehát ez nem egy olyan nagy találmány, de iszonyat kényelmes, és hogyha te grubot használsz, és úgy állítod be a rendszert, akkor egy frissítés, vagy egy telepítés után, ha újraindítod a gépedet, ki tudod választani, hogy a legfrissebb, vagy az előző pillanatképpel induljon, vagy kettővel előtte. Ez azt adja számunkra, hogyha valami nagy gond nincs. Tehát nyilvánvalóan, hogyha nagyon-nagyon nagy a gond van, akkor ezek a pillanatképek sem fognak úgy működni. Tehát mondjuk a lemezed megy tönkre, vagy a grub, az a rendszerindító rész tönkre megy, akkor nem fogja tudni visszaállítani, de az esetek 98-99%-ában az előző pillanatképről indítva egy rossz frissítés előfordul, árcsalapon előfordult már egy-kétszer, ugye, hogy volt olyan, hogy frissítés után, vagy telepítés után újraindítottad a gépedet, elindítottad a gépedet, és nem működött. Milyen jó lett volna visszalépni az előző, a telepítés vagy frissítés előtti állapotba.
ami nagyon fontos, hogy telepítésnél is, ha úgy van beállítva a rendszered, csinál egy pillanatképet. Azaz, hogyha kiderül, hogy az a telepítés iszonyat vacak, és neked nem kell ez, nem kell ez, és te mást akarsz, visszaállíthatod az eredeti telepítés előtti állapotot. Szuper, kipróbáltam egyébként, szuperül működik, feltettem egy programot, utána visszavonattam annak a telepítését a rendszerrel, a pillanatképpel, és szuperül eltüntette azt a programot, meg az összes hozzátartozó hóbeleblancot, amit felhozott. Azért fájkezelőben mindenfajta könyvtárak, egyebek eltüntetése nem feltétlenül fog olyan kényelmesen megtörténni. Szuper, lépjünk tovább! Felmerülhet az a kérdés, hogy a rendszeres és minden telepítésnél, minden frissítéskori pillanatkép nem fog-e egy idő után iszonyat nagy helyet elfoglalni? Nem. Nem fog sok plusz helyet elfoglalni. Kérdés az, hogy mennyi a plusz. Természetesen, de az ilyenre szánt hely, illetve gyakoriságot mi szabályozzuk. Sokszor olvasom azt, hogy nekem nem kell ennyi pillanatkép, nekem nem kell ennyi rendszermentés, ez hülyeség. Hát mi az, hogy neked nem kell? Ez probléma. Áll is rövidebbre a tartási időt, és utána azt mondod, hogy mondok egy példát, az előző 10 órába óránként készített egy pillanatképet, ha te beállítod azt, hogy 10 pillanatkép legyen, akkor 10 van. Hogyha pedig úgy állítod be a rendszert, hogy 5-nél törölje az előzőket, akkor 5-nél törli. Aztán eljutsz a 10-hez, 15-hez, mindig csak 5 van. Azaz ezt a rendszer megoldja. Nem kell ezen gondot csinálni, nagy helyet foglal. Nem. Beállítom, hogy kevesebb szer, vagy beállítom, hogy ne tartson meg naponta napi mentésből többet, mint 3-at, az alapértelmezett azt hiszem 10, de nem 100%. Szóval be tudod állítani, ahogy neked kell. Órás, napi, heti pillanatkép megtartási szabályokat tudsz hozni. Tehát nem azt jelenti, hogy te ezt el kelled viselni, hogy év végére, hogyha napi egy mentésed van, és óránként egy mentésed van, napiból lesz 365, illetve 24x365 órás mentésed lesz, ha nem nyúlsz hozzá. Ezek beállíthatóak. Egyébként van grafikus felület is, természetesen az alapbeállítások egyébként szerintem nagyon kényelmesek. Megtartják azt, hogy legyen mentésed, pillanatképed, és megtartják azt a gondolatot, hogy azért nem ingyen van a tárhely, jó lenne, hogyha nem a mentések foglalnák el a te tárhelyedet. Egyszer kell beállítani neked megfelelően, és azután már hozzá sem kell nyúlni. Gyakorlatilag sokszor látom, hogy említettem fórumokon a sírás-rívást, hogy óránkénti mentés az mekkora helyet foglal el, ő nem is nyúl a gépehez, akkor nem kell neki a mentés. Hát, hogyha nem változik semmi, akkor a mentési mennyiség nulla lesz, picikek is dolog lesz, hiszen növekményes mentést fogunk végrehajtani, és hogyha te azt gondolod, hogy 6 darab órás mentésnél neked több nem kell, akkor természetesen 6 darab órásnál nem lesz több eltárolva, a rendszer ezt fogja tudni, hogyha te beállítod, de be kell állítani a beállítás, higgyetek el nekem, satszper kb., hogyha nagyon átgondolod a dolgokat, 1 óra. Egy óra, mert ha utána olvasol minden beállítási lehetőségnek, hogy mit kell oda beállogatni, és mik az a scrub, meg egyéb ilyen dolog, akkor sincs semmi probléma. Egy óra után már teljes mértékben testre szabtad. Ebbe bent van az, hogy te elgondolkodsz azon, hogyha mentés készül, akkor óránként, amikor te dolgozol, az milyen jó, és milyen az a helyzet, amikor éppen csak filmet nézel, akkor is csinálja óránként a mentéseket nulla mérettel a doksi könyvtárba, de igazából a kettő közötti sok is, kevés is, megfelelő is, meg kell találni az egyensúlyt. Kérdés az, hogy mennyire összetett a visszaállítás. Hát bizony, én az első körben azért néztem meg a BTRF-est, hogy a visszaállítási lehetőségek meglegyenek különféle macera nélkül. Na hát első körben megijedtem, mert volt jó hosszú leírás, hogy bizony így kell visszaállítani. Na hát utána a leírást kétszer elolvastam, rájöttem. Hát ha egy pillanatkép a mentés, a pillanatképet fel lehet csatolni, ahogy a leírásban is bent van, csak jó hosszan,
Akkor mennyi a visszaállítás? Hát annyi, mint hogy felcsatolok egy könyvtárat, egy partíciót. Ennyi. Felcsatolom, kimásolom belőle esetlegesen, ami kell, ha nem az egészet akarom visszaállítani, aztán ennyi, mint hogyha lenne óránként órás az alapbeállításom mentési ciklusom, óránként lenne egy-egy képem az adott állapotról, kikeresem azt az állapotot, ameddig vissza szeretnék lépni, és akkor onnan kimásom az adott fájt, esetleg 2-3 órán keresztül. Írogattam, rájöttem, hogy az 5 órával ezelőtti dolog az mégiscsak jobb lenne, mondjuk rendszerkonfigurációs fájloknál előszokott ferdülni, ugye, hogy tán-tán az ember nagyon beleokoskodik a dolgokba, aztán rájön, hogy a reggel az jobb volt, mint az esti egész napos konfigurálás után állapot, akkor visszaállítom azt az állapotot. Ez valóban annyi, mint egy könyvtárat felcsatolni, egy parancs. Egy parancs grafikus részbe, egy állomány visszaállítása, annyi, hogy megkeresed azt a mentést, azt az alkötetet, hogy így mondjam, azt a pillanatképet, amire neked szükséged van, rákattintasz, megnyillik, és kiválasztod a visszaállítandó fájt. Ennyi. Komolyan ennyi. Tehát itt nincs olyan, hogy így, úgy, amúgy, hanem egyszerűen csak egy, valóban egy kimásolok egy pakból, mint hogyha lenne egy tömörítvényed óránként, persze sokkal kevesebb helyet fog ez elfoglalni, óránként, és akkor az 5 órával ezelőtti állapotot az 5 órával ezelőtt készített tömörítvényből kimented, kiszeded, ennyi, semmi több. Ami nagyon fontos, miről beszéltünk? Arról beszéltünk, hogy pillanatkép, azaz a BTRFS és a törölt fájlok. Ez nagyon kényes kérdés, mert sokan azt gondolják, hogy itt a törölt fájlokat automatikusan, könnyedén vissza tudod állítani. Nem. A pillanatképek azok bizony mentési állapotok. Tehát, hogyha te 1 órával ezelőtt készítettél egy pillanatképet, és utána a pillanatkép készítése után 1/4 órával létrehoztál egy fájt, irogattál bele, rájöttél, hogy mégse nem kell, kitörölted, és utána kiderült, hogy az köl. Az életed függ attól, hogy azt visszaállítsd, nem lesz könnyű visszaállítani, mert nincs bent a pillanatképbe. Erre figyeljetek! Tehát itt a törölt fájlok akkor állíthatóak vissza könnyedén, az előző állapot szerint, mert az utólag a pillanatkép készítése utáni állapotot nem tudod visszaállítani, akkor, hogyha abba bent vannak. Ezért kell a pillanatkép mentési ciklusokat jól beállítani, jól átgondolni és jól átnézni. Azaz a pillanatképek a BTRFS-be meg máshol is valóban csak egy pillanatnak a képei, az utána létrehozott és törölt fájlokat 101%, hogy nem tudod visszaállítani. Ez nagy-nagy tévedés, mert vannak programok, amik megpróbálják visszaállogatni a BTRFS-en is a törölt, de nem mentett fájlokat, de azoknak a hatásfoka, hát ugyanannyi, mint az egyéb Linux alatt visszaállító programok hatásfokával egyező, vagy talán még rosszabb is. Erre nem csináltam statisztikát, voltak próbálkozásaim, rájöttem arra, hogy inkább a pillanatképekre fogok támaszkodni, és szerencsére, ezt szó szerint vegyétek, szerencsére megfelelő időben volt pillanatképem, visszaállítottam azt, amit kellett, mert volt egy olyan, hogy belebarmoltam valamibe, átszerkesztettem egy videót, és mégse nem kellett volna, és hát nyilvánvalóan vissza tudtam állítani az eredeti állapotot, mert volt pillanatképem. Mert BTRFS-t használtam, mert ott bizony háttérbe szépen ő mindenféle egyéb műveletet elvégez, a mentéseket elvégzi. Kiemelem, itt sem egyszerű a nem mentett és törölt dolgok visszaállítása. A nem mentettet és dutyott pillanatkép róla azt nem készült. Vegyétek komolyan, megint elmondom, még egyszer elmondom, a pillanatképek egyenlőek mentéssel, de csak az adott pillanatot képezik le, azokat mentik le, ami abban nincs bent, azoknak a visszaállítása, mert letörölted, azoknak a visszaállítására az esélyed közel a nullával egyenlő. Tudom, vannak programok ingyenesek, fizetősek, van esély, hogy visszaállítasz valamit,
de nagyon-nagyon-nagyon pici az esély, hogy visszaállítasz ezen a fájrendszeren, vagy akármilyen komolyabb fájrendszeren egy-egy állományt. Erre figyelj, ez ne tévesszen meg bennetek, hogy pillanatkép visszaállítás. Ez nem arra való, hogy létrehozol, törlesz, és utána majd vissza fog kerülni. Pillanatképből igen, de ha nincs róla pillanatkép, azaz mentősed, nem fogod tudni rendesen visszaállítani. Persze van rá esély. Van rá esély, hiszen itt maga a COV-s megoldás adhat esélyt arra, hogy különböző programokkal visszapiszkálgasd azt a fájt, de nem. Ha neked az órás nem megfelelő, 5 perces pillanatképeket is tudsz készíteni, ha éppen úgy állítod be a rendszert, oké? Okay? Tehát erre iszonyatosan figyeljetek. Mert hogyha nincs pillanatkép, nem lehet visszaállítani, bár arról beszéltünk, hogy a visszaállítás pillanatképekről automatikusan a BTRFS-hez adott programokkal elkészíthető, automatikus pillanatkép készítéssel van esélyed visszaállítani a dolgokat. Oké. Okay. Sokan abba a tévedésbe esnek, hogy bizony ez olyan, hogy bármikor bármit vissza lehet állítani. Persze vannak olyan cikkek, amik a mentéseket emelik ki, meg a visszaállíthatóságot, de ez a visszaállíthatóság is korlátos. Nagyon korlátos, csodát ne várjunk tőle. Persze vissza lehet valamilyen szinten állítani, de nem a végtelenségig és mindent. Hallottatok olyat, hogy tömörítést használ? Én ettől nem vagyok elájulva. Talán észrevettétek a gondolatsorban, meg a hangomon, hogy tömörítést használ. Na és? Na hát, na és. Valóban tömörítést használ. A tömörítés és a BTRFS megtéveszteti az embereket, mármint úgy, hogy túlzott elvárásaik vannak. A mai felhasználói állományoknak legalább a 80%-a tömörített. A videó, a kép, mondjuk a LibreOffice szöveg, az tömörített. Azt nem fogja neked jobban összetömöríteni, intelligensen nem is fogja megpróbálni, de el kell mondanom azt, hogy háromféle szabályozható tömörítést használ, kisebb helyet foglal el, így a fájlrendszered esetlegesen, lényegesen kisebbet. Miért? Mert hogyha te sok sima TXT fájlt használsz, akkor jól össze tudja neked tömöríteni. Ha ugyanolyan eredeti méretű hangállományt használsz, mondjuk MP3-as, ami önmagába is tömörített, vagy videó, MP4-es fájlt, vagy MKV fájlt használsz, azokat szerkeszed, azt nem fogja tudni neked jobban, lényegesen jobban összetömöríteni. Valóban a kisebb helyet használ, kisebb helyet foglal el majd a rendszered, ott igaz, ahol sok tömörítetlen állományod van, például a config könyvtárad, a .config könyvtárad kisebb helyet fog elfoglalni, mert ott sok sima szövegfáj van, és nem tömörített állományok vannak. Általában ilyenkor megindul a gondolat, hogy tömörítés, van egy config fájl, amit betömörítenek, majd utána kitömörítenek használatkor, az bizony lassulást okozhat-e. Nem fog lassulni a rendszered, nem ettől fog lassulni le a rendszered. Oké, okay. Olvastátok, hallottátok fórumon, hogy a BTRFS rendszer időnként lelassítja saját magát. Igen, ez előfordulhat, hogyha a rendszer adminisztrációs dolgok, amit a BTRFS háttérben el akar vagy el fog végezni a te parancsodra, azokat akkor indítod, vagy olyan időszakra időzíted, amikor te dolgozol. Hát logikus, hogy rendszeradminisztrációs ilyen-olyan törléseket, összevonásokat, sikálásos műveleteket nem akkor fogok én elvégeztetni vele, amikor én dolgozok. Ezeket akkor kell elvégeztetni, olyan időszakra kell időzíteni, amikor nem ütközik azzal, hogy te használni szeretnéd másra a géperet, azaz önmagában a fájrendszer szintű átlátszónak mondott, valóban átlátszó, tömörítéses módszer az a te gépedet nem fogja lehalasítani. Nyilvánvalóan, hogyha 486-ost használsz, egy Pentiumot, vagy mondjuk úgy 386-os őskorú kövületet használsz, akkor nem ez a te fájrendszered, de igazából az egyszerű, középszintű, inkább alsó kategóriás, 3600-as AMD processzoromnál nem vettem észre semmit. Szó szerint vegyétek, semmit.
Kérdés az, hogy megtetszett nektek ez a dolog, és akkor az X4-es partíciódat át tudod-e alakítani BTRFS-re. Át, de nem biztos, hogy feltétlenül azt kellene csinálni. Adatlemezeket gond nélkül át tudsz alakítani, ennek ellenére én azt szoktam javasolni bármilyen ilyen, akármilyen változtatásnál, hogy másold át, formázd le BTRFS-re, másold vissza. Ez a legbiztosabb, de egyébként vannak módszerek, amiket én nem szoktam követni, hogy egy adatpartíciót, adatlemezt átállítsak BTRFS-re. Simán át lehet, kipróbáltam egy teszt partíciónál, simán lefutott, sokkal. Sokkal lassabban futott le, mint hogyha lemásolom, formázom, visszamásolom, de hát ez mindenkinek a saját dolga. Persze van, amikor nem lehet ide-oda másolgatni, mert nincs akkor a tárhelyed. Igen, a rendszerlemezek átalakítása, tehát a te rendszerlemezed átalakítására is vannak leírások. Na hát én kettőt elolvastam, és úgy döntöttem, hogy én ilyet nem csinálok. Nagyon bonyolult, összetett, precíz munkát elváró, nem az én világom. Azaz, hogyha te esetleg úgy gondolsz a BTRFS rendszerre, file rendszerre, erre a gondolatsorra, hogy szeretnéd a te telepített rendszeredet hát bizony átalakítani ezzé, én azt mondom, mentsél le mindent, telepítsd újra és rakd vissza. Ez egyrészt tisztítja a te rendszeredet, és úgy, hogy az összes fölösleges állomány, amire igazából itt-ott előkerül, és telepítettél, nem szedted le meg egyéb, azok eltűnnek belőle, maga a telepítéskor létrehozott BTRFS fájrendszerre való telepítés sokkal flottabbul megy, mint mindenfajta átalakítás, mert ott azért vannak olyan a dolgok, ami nem középhaladó, vagy esetleg azt mondom, hogy összetettebb, azaz bonyolultabb macerása, mint az X4-es, nem. Egyértelműen, hogyha te leülsz egy géphez, észre se veszed, hogy BTRFS van rajta, ugyanúgy tudod használni, de hogyha te ki akarod használni, de valóban azért használunk valamit, hogy kihasználjuk a lehetőségeket, bizony egy kicsi átállásra, kicsi utánaolvasásra van szükség. Gyakorlatilag utánaolvas egy órát az ember, persze angol leírások vannak, de az nem szokott gondot jelenteni. A Google lefordítja, megérti mindenki, hogy mi az a kötet, mi az az alkötet, aztán mi az, hogy pillanatkép, ennyi. Utána vannak grafikus programok, amivel mindent be tudsz állogatni, mindent szó szerint vegyétek, pillanatkép, mentés készítése, annak a ciklikus beállítása, minden simán fog működni. Kérdés szokott lenni, illetve interneten mindig ezzel nyüglődnek az emberek, hogy jobb-e, mint az X4-es, vagy az X4-es jobb-e, mint a másik. Hát ez hülye kérdés. Nem, ez nem jobb, nem rosszabb, hanem más. Meg kell szokni, hogy nincs jobb vagy rosszabb, ilyen szinten. Természetesen ez más. Mindenki maga tudja, hogy mi kell neki. Ha tetszik, átállítod a rendszeredet, vagy legközelebb erre telepítesz. Ez a legegyszerűbb, vagy az adatpartíciókat, adatlemezeket átállítod BTRFS-re, természetesen ugyanúgy fel tudod X4-es alá is csatolni, ugyanúgy tudod használni, vagy fordítva, hogy a BTRFS-re állítottad át a rendszeredet, arra telepíteted, akkor az X4-es lemezeidet ugyanúgy fogod tudni használni, tehát értelemszerűen X4 alatt is használhatsz bármilyen olyan partíciót, mondjuk adat tárolásra, vagy adatmentésre, ami nem X4-es, ugyanúgy BTRFS alatt is használhatod a régi, mondjuk meglévő külső Winchestereidet, belső Winchestereidet, ami X4-es, vagy NTFS, vagy akármi, ugyanúgy fel tudod csatolni, hiszen az nem a file rendszer önmaga kezeli, annak a miensége, hanem maga a kernel, maga a rendszeret fogja kezelni. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok. Egy kicsit hosszú lett, de én úgy gondolom, hogy érdemes egyszer átnézni ezt, és elbeszélgetni arról, hogy ennek vannak előnye is, és sok baromság téveszme megy az interneten, hogy hogyha valaki erre áttál, akkor ő neki mennyire jó lesz, vagy hogyha áttál, akkor még a kutyája is megdöglik, mert hát bizony a BTRFS az adatvesztésekkel indul, meg lelassul a gépe, előfordul, de akármilyen rendszert meg kell ismerni, meg kell gondolni, hogy mikor mit csinálunk, és akkor nem fog gond lenni, vagy legalábbis kisebb az esély, hogy gond lesz. Köszi szépen, sziasztok!